Nem mondja. Nem mondja. Nem mondja, babuci, gyere ide. A végére mit fogsz kitalálni? Minek a végére? A műsor végére. Műsor végére? Hát valószínűleg beteszünk egy zenét a műsor végére, mert én azt gondolom, hogy ezt igazából tovább fokozni nem lehet. Mert te a műsor elején elkezdtél sírni, majd telt múlt az idő, és akkor kimondódtak fontos dolgok, szerintem. Mert tudod, a tapasztalat egy idő után azt eredményezi, hogy ezeket a dolgokat sokkal tisztábban látod, illetve tisztán látod. És azért fontos a tapasztalat, amit egyesek akár bölcsességnek is hívnak, mert az időnk rövidül. Na most egy rövidülő időben sokáig becsapni magunkat, az súlyosan elpocsékolt luxusidő. Miközben te így 55 évesen nem tudhatod azt, hogy mikor kezdheted a végső elmenetelt, amikor a végső elszámolást. Lehet, hogy 20 év múlva, lehet, hogy 10 év múlva, lehet, hogy 15 év múlva, de hogyha sokáig hülyeskedsz és hazudozol magadnak, akkor egy idő után lazán bekattanhat valamilyen öröklött genetikájú sztori. És akkor azt meg minek? Uh-huh. Még. Hát, kedves hallgatóim, ilyen az élet, éppen ezért nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és az egy órával korábbi hallgatókat is, akik tudták, és azokat is üdvözlöm, akik esetleg most akarnak bekapcsolódni, de azok sajnos lekéstek erről a műsorról. Köszönöm Zinger Magdolnának a jelenlétét, és egyet tudok üzenni a hallgatóknak, hogy fontoljuk meg azt, hogy becsapjuk-e magunkat, vagy sem, amit egyébként úgy szoktam fogalmazni, hogy stb. Magamat, vagy nem. Éppen ezért további jó éjszakát kívánok. Csernus Imre voltam.